Sziasztok, ez itt a Hazai Pályán a DAC beszélgető műsora, élőben a MOL Arénából. A szezon harmadik adásában is van bőven miről beszélgetnünk, hiszen az utolsó találkozásunk óta a csapat lejátszott három nagyon érdekes, nagyon jó és főleg győztes mérkőzést. Közben volt egy válogatott szünet is, és hát előttünk áll további néhány fontos mérkőzés, az első már két nap múlva itt a MOL Arénában, amikor a Rózsahegyet fogadjuk, aztán pedig jövő csütörtökön, tehát egy hét múlva a Jablonec elleni Európa Liga mérkőzés következik. Ezekről a meccsekről fogunk beszélgetni mai vendégünkkel, aki nem más, mint a DAC egykori játékosa, aki a csapatban az első és a második ligában is bemutatkozhatott, jelenleg pedig az U11-es csapatunk vezetőedzője, az U12-es csapat pályaedzője, illetve a MOL Akadémia felkészítő korosztályának szakmai igazgatója, ő pedig nem más, mint Ravasz Tibor. Szia, üdvözöllek a stúdióban! Szia, üdvözlöm én is a kedves nézőket! Ugye élő adás lévén lehetőség nyílik a szurkolóknak is kérdezni, ez pedig a Facebook profilunkon, a felületen, ahol a videó zajlik most élőben, ahol tudjátok nézni a videót, ez alá kommentben lehet kérdezni, és akkor ezeket a kérdéseket majd itt megválaszoljuk. Na csapjunk bele akkor a mai műsorba, és hát mielőtt ezekről a meccsekről beszélnénk, amiket említettem, ejtsünk néhány szót a hét híréről, az pedig nem más, mint az, hogy Schäfer András 4 éves szerződést kötött a DAC-szal. Ugye Andris a télen érkezett 20 évesen a DAC-hoz, fiatalként, a tehetséges játékosként, de hosszabb ideig nem játszott, és most eltelt egy 8-9 hónap, és válogatott focista lett belőle. Tehát mit szólsz ez a nagy előrelépéshez? Hát úgy gondolom elsősorban, hogy minden DAC-hoz közeli szurkoló és DAC-ot szerető ember nagyon várta már ezt a hírt, hogy mikor fogja a klub ezt bejelenteni. Úgy gondolom, hogy ez nagy örömet okozott a vezetőség minden DAC-szurkolónak. Hát én úgy gondolom, hogy Andris már Magyarországon az MTK színeiben nagyon fiatalon bemutatkozva az NB1-be nagyon jó teljesítménnyel felhívta magára a figyelmet. Ezért 19 évesen ugyebár Olaszországba szerződött, ahol egy picit a karrierje úgymond egy picit mélypontra került, és úgy gondolom, hogy a legjobb időben jött ő számára ez a váltás, hiszen itt egy nagyon jó közegben nagyon hamar sikerült az edzőknek és saját önmagát felépítenie. És ma mai mérkőzésekre már úgy gondolom, hogy a csapat meghatározó játékosa, mindezt az elmúlt pár fordulóban is kulcs szerepet játszott a győzelmekben, gólt is szerzett, gólpaszt is adott, úgyhogy úgy gondolom, hogy a jövőben is egy nagy erőssége lesz a csapatnak. Jó, hát sok sikert kívánunk Andrisnak, ugye 4 évre írt alá, ami nem rövid idő, és Schäfer András is nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a csapat a nagyszombat elleni rangadót meg tudta nyerni, hisz majd fogjuk látni, hogy a második gólnál gólpaszt adott, de még mielőtt a második gólhoz jutunk, nézzük meg előbb azt, hogy a 26. percben hogy szerezte meg Erik Ramirez a vezető találatunkat, tehát ez a DAC nagyszombat rangadó, Jedlicska, Diukovics és Ramirez a labda útja. És hogy látod ezt a szituációt? De ez ugyebár egy gyors támadás, ami a kapusunktól Jedlicskától indult, meg kell dicsérni rögtön Gyivkovics harciasságát, hogy a lapadta a második labdát, rögtön megszerezte, hát ez pedig egy gyönyörű egyéni alakítás, egy tökéletes lövés. Ez jobban nem is helyezhette volna oda be a hosszú felső sarokba. Hát igen, úgy gondolom, hogy Ramirez is a elmúlt pár hónapban mind fizikálisan, mind pedig főleg szerintem mentálisan nagyon sokat lépett előre, megvan az kellő önbizalma ahhoz, hogy ilyen gyönyörű gólokot szerezzen, mindez a nagyszombat elleni mérkőzéseken történt. Ugye ő is egyik azoknak a játékosainknak, akik 3 gólnál tartanak a bajnokságba, és azon kívül Európa Ligában is rúgott, tehát a Balicssal együtt ők a 2 4-gólos játékosaink. Látjuk még ezt a gyönyörű gólt. Hát igen, ezen a felvételen látszik a legjobban, hogy fel se kell néznie, hanem érzi a kaput, és tényleg gyönyörű találat. Igen, pontosan erre akartam felhívni a figyelmet, hogy a srác valójában nem is nézi, hogy hova küldi a labdát, hanem egyenesen odarúgja. Ami nagyon lényeges ezzel a góllal kapcsolatban, hogy kiválasztotta a Ligás Klubok Uniója a hónap legszebb góljai közé, tehát a 5 legszebb gól közé, és lehet rá szavazni. A szavazás holnap, tehát péntek éjfélig, 23:59-ig pontosan tart.
a Facebook profilunkon, illetve a Fortuna Liga hivatalos oldalán is megtaláljátok rá a linket, úgyhogy szavazzatok Erik Ramirezre, jelenleg vezet, de nem nagy előnnyel, úgyhogy hajrá! Mielőtt ugye a második gólját Erik Ramirez megszerezte, a Nagyszombatnak sikerült kiegyenlítenie, viszont pontosan talán egy perccel azelőtt, hogy Pacsinda kiegyenlített, volt ott egy nagyon kétes szituáció, ami így többszöri visszanézés után is tiszta 11-esnek tűnik. Hát én is úgy gondolom, hogy ez egy egyértelmű 11-es szituáció. Ugyebár Gyivkovics a labdát figyeli, és ma lendíti is a lábát a befejezésre, vagy a labdaátvételre is. Ez egy tiszta szabálytalanság, ahol 11-es járt volna a csapatunknak. Ami azt gondolom, hogy nagyon nagyban változtatott volna a játék végkimenetelén, hiszen ha 2-0-as előnybe jutottunk volna, akkor úgy gondolom, hogy ennek egy kivégzés is lehetett volna a vége. És ugye még mielőtt ugye erről a gólról beszélnénk, ott látszott az a 11-es szituáció, hogy a labda egyenesen megy tovább, tehát nem érintette el se a védő, se Divkovics, tehát tényleg a lábát vitte el. És mondhatni azt, hogy az ellentámadásból sikerült a Nagyszombatnak kiegyenlítenie Erik Pacsinda, egykori játékosunk, és egy mintaszerű akció. Hát igen, itt egy nagyon szép labdát kapott a védő négyesünk mögé, amit higgadtam, be is tudott fejezni. Ez volt röviddel a fél idő előtt, a második fél időben viszont teljesen uraltuk a játékot, egy kapusztunk szinte, és ennek a 70. percben lett meg a gyümölcse. És amit már említettem, Schäfer Andrásnak volt mondhatni döntő szerepe, itt ugyanis megszerzi a labdát, és aztán folytasd kérlek. Hát igen, ez egy a játékunkra egy nagyon, nagyon is jellemző jelenet sor volt, hiszen a labdavesztés után rögtön a játékosok a labdát visszaszerették volna szerezni az ellenfél térfelén, ami sikerült is, és ugyanúgy, ahogy a labdát elfejeli, András rögtön kérte is vissza azt a paszt, vissza is kapott, és utána ez pedig egy gyönyörű meglátás volt, hogy oda tudta emelni Ramirez lábára a labdát, aki tényleg egy szép mozdulattal jutatta a hálóba utána a labdát. Ez is olyan volt, hogy talán jobban hogy nem is lehetett ezt jobban eltalálni. Tehát, hogyha egy 10 centivel odébb megy, akkor már mind a lába is, mind a labda is, akkor eléri a kapus, ugye, vagy ha nem találja így el, akkor lehet, hogy... Igen, nagyon, nagyon jó mozgást is csinálta Ramirez, két védő között kérte a labdát, és itt is szintú nagyon jól látni, hogy éppen, hogy eléri a labdát, figyel a labdát, és egy okos mozdulattal átemeli a kapust. Akár ez a gól is lehetett volna a hónap góljára. Igen, ezt a gólt is lehetett volna nevezni. Ugye ez volt augusztus 22-én, nyertünk tehát 2-1-re Nagyszombat ellen, ez volt a negyedik bajnoki meccsünk a szezonban, negyedik győzelmünk, és utána kedden a csapat elutazott Izlandra, az Európa Liga első selejtező körének mérkőzésére. Itt talán annyit erről az egész utazásról, hogy ugye arról, tanulva abból, hogy a szlován hogy járt a Feröer-szigeteken, akkor előre a klub elintézte, illetve hát kérvényezte, és az UEFA segítségével sikerült elintézni, hogy az izlandi megérkezés után nem kellett Covid-tesztet abszolválni, és a hazai Covid-teszt eredményét, amit egy nappal az utazás előtt végeztek el az egész küldöttségen, tehát azt elfogadta az UEFA is, és az izlandi hatóságok, tehát a helyszínen már csak időzőjelben az volt az követelmény, hogy a szállodába töltse a csapat az egész időt, egy picit azért ugye 3 napot egy szállodába tölteni nem annyira kellemes felkészülés, de hát ugye ez volt az előírás. Másrészt viszont a csapat végül nyert ugye 2-0-ra, úgyhogy mondhatni, hogy ez egy sikeres utazás volt. Még talán annyit hozzáfűzök, hogy augusztus 27-én szerintem még életemben annyira nem fáztam, mint azon a meccsen. Hát igen, meg kellett birkózni az időjárás adta a körülményekkel is a csapatnak, és hát igen, ez a vírus áttéri azért a klubok mindennapjait, és egy ilyen európai kupa szereplésnél is egy idegenbeli találkozóra nem a megszokott körülmény az, hogy valaki 3 napot a hotelba töltsön, de hál' Isten, hogy a csapat ezt jól le tudta reagálni, és eredményesen tértek haza. Igen, hát ugye általánosában ugye most az van, ez az előírás az UEFA-nak, vagy a szabályzata, hogy most a meccseket ugye egy forduló, tehát egy meccsre játsszák a fordulókat, és nagyon fontos az a sorsolásnál, hogy kinek van az a szerencse, hogy hazai pályán játszhat. Mit gondolsz egyáltalán erről az egészről?
Hát azt gondolom, hogy mink egy kicsit specifikus szituációban vagyunk, már csak azért is, mert nem biztos, hogy nekünk előnyt jelent hazai pályán nézők előtt játszani, mert azt gondolom, hogy biztos, hogy egy teltházas mérkőzés lenne a jövő heti, és úgy gondolom, hogy a szurkolók nagyban hozzá tudnák segíteni a csapatot a győzelemhez, de hát az élet ezt hozta, ezt kell megoldani, és úgy gondolom, hogy a csapat fel van rá készülve, hogy meglépje ezt a szintet is. Mielőtt még oda jutunk, akkor térjünk vissza ugye Izlandra. Jöjjenek a gólok, 23. perc, nagyon szép akció, és Blackman beadása után egy nagyon szép gól Andrija Balicstól. Hát igen, úgy gondolom, hogy Blackman a egész szezon során ezen a elmúlt 4-5 mérkőzésen nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújt. Szóval minden támadásban részt vesz a jobb oldalon, egy az egyre talán mondhatni, hogy Szlovákiában bárkit meg tud verni, és ez a gólpassz is nagyon jól mutatja, hogy a csapat nagyon egyben van, hiszen középen ott még át is lépjük a labdát tudatosan, Djukovic. És ilyenkor egy picit a szerencse is velünk van, hogy ez a labda úgy pattanik meg, hogy a hálóba kössön ki. Így van. Igen, a Djukovicot is ki lehet ugye emelni, hogy átlépte a labdát tudatosan. A Blackmanhez visszatérve kár, hogy Marco Rossi nem hivatja őt be a magyar válogatottba. Hát igen, ez egy amúgy is egy hiányposzt a magyar válogatottnál, és úgy gondolom, hogy óriási erősítés lenne Blackman. Ugye ezen a meccsen is úgy volt, hogy a Dac dominált mindenféle mutatóban, a második fél elejét talán 10-15 percet leszámítva, akkor az hazaiak egy kicsit ilyen élesebben jöttek ki, de a 70. percben sikerült meglőni a második gólunkat, Kalmár és utána pedig Ramirez. Hát igen, itt Zsolti nem tipikusan a jobb lábára cselesz, hanem a bal lábára elvállalja a befejezést, és Ramirez pedig egy jó közép csatár révén jó helyen helyezkedik, és üres kapuba be tudja helyezni a labdát. Úgy gondolom, hogy Ramireznek ezek a gólok nagyon jót tettek, mind az izlandi, mind a nagy szombat elleni találatok, és ez most még nagyobb önbizalommal fog tudni belemenni előttünk álló időszakba, ami tudjuk, hogy nagyon sűrű lesz. Bízunk benne, hogy még sűrűbb, hogy tovább tudunk jutni az Európa Ligában, és akkor még gyarapíthassa a góljai számát. Hát így legyen, ugye akkor Izlandon Balic és Ramirez góljával nyertünk, és amint már említettem, a 2-4 gólos játékosunk a szezonban, 3-3-ot rúgtak a ligába, és ugye 1-1-et az Európa Ligába. És akkor jön a harmadik meccs, ami ugye mögöttünk van, az utolsó bajnoki mérkőzésünk, ezen is 2 gólt lőttünk a Vion ellen, itt viszont az volt a különbség, hogy nem mi lőttük az elsőt, hogy nézzük ezt a szituációt. A 24. percben a hazaiak megszerzik a vezetést, bár itt ugye volt egy, akár le is fújhatta volna faultként Balicsra. Hát igen, itt ezen a mérkőzésen el kell azért azt mondanunk, hogy a mesternek változtatnia kellett mind a játékrendszeren, mind az összeállításon, hiszen Davis sárgalapok véget nem játszhatott. Így egy más játékrendszerbe is kezdtük a mérkőzést, és itt egy picit eltolódott a védelem. Gyivkovics nem tudott visszazárni ebben a 3-5-2-es rendszerbe, és hát a gólt kaptunk bele, de szerencsére ezeket a hibákat is javítani tudtuk a későbbiekben. Ez a 3-5-2, amivel ugye kiálltunk ezen a meccsen, és aztán a meccs közben korrigálta az edző, visszaállt a 4-4-2-re. Gondolod, hogy ezzel kipróbálta, nem jött be? Nem fogja többször próbálni? Vagy? Hát úgy gondolom, hogy első körben az volt a gondolat, hogy ugye nincs tipikus második balhátvéd, csak a fiatal Mendez a keretben, úgyhogy próbálta ezt a balhátvéd hiányát az edző a játékrendszer változtatásával úgymond pótolni. De úgy gondolom, hogy ez a játékrendszer feküdhet nekünk, hogyha Davis játszik a bal oldalon, hiszen a támadásokat nagyon jól tudja segíteni, és a befejezéseknél nagyon kulcs szerepet tud játszani az utolsó passzaival. Tehát akár ez a 3-5-2 működhetne, csak más szereposztásban? Működhetne más szereposztásban, hiszen a középpálya tengelyében nagyon jó játékosaink vannak, úgyhogy valójában a 4-4-2-es rendszerünkben is szinte 4 belső középpályásra játszunk, így nyitva területet a két fantasztikus szélsővédőnknek, mert hiszen mind a két játékos úgy gondolom, hogy a posztján a liga legjobbjai közé tartozik. Nos, tehát 1-0-ra vesztettünk, amikor 36. percben jött egy Divkovics megmozdulás, és kiharcolt egy 11-est, amit aztán Kalmár berúg,
Hát úgy gondolom, hogy Ivkovics, amióta a klubhoz kerül, nagyon bátran vállalja fel ezeket az egy elleni szituációkat, és mondhatni azt, hogy sorsdöntő momentumokban, amikor a csapatnak legnagyobb szüksége van rá, akkor meg tudja húzni ezeket a váratlan döntéseket, és mindig nagy segítségére van ezzel a csapatnak. Hát itt ezt nem lehetett vitatni, ez egy tiszta 11-es, és Zsolti, hál' Isten, az utolsó nem értékesített büntetőnk után sikerült neki értékesíteni ezt a büntetőt. Méghozzá maga biztosan a kapu közepébe. Ezzel lett ugye 1-1, 36. percben, és aztán a második félidőben szinte csak a hazai térfélen zajlott a játék, de a 86. percig vártunk erre a pillanatra. De megérte várni, mert tényleg egy hihetetlen szép gól volt ez is. De úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen, főleg a második félidőben tudatosan a csapat nem pánikolt, hogy minél hamarabb rúgja meg azt a gólt, ment a saját célja után, a saját játékával, és ez azért be is bizonyosodott, hogy azért a végén mindig kijön az a tudásbeli különbség. Ugye te személyesen ott voltál a meccsen, mondhatjuk azt, hogy teljesen megérdemelt győzelem volt. Én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelt volt a győzelmünk. Igaz, hogy az elején hátrányba kerültünk, de utána tudtuk rendezni a sorainkat, és tényleg a második félidőben nagyon jókor jött úgymond a csere is, hogy Blackman elé még egy gyors lábú játékos került, és itten a jobb oldalon még jobban meg tudtuk bontani az ellenfél védelmét, és hát ez a szituáció megint csak Gyivkovicsot dicséri, hogy felismerte, és nagyon jó döntést hozott, hogy ketten is kérték középen a labdát, de felvállalta, hogy befejezés, és tökéletesre sikerült ez a befejezés is. Egy nagyon pimasz gólt rúgott, szinte nullás szögből, ami nagyon érdekes, hogy a Divkovics most már negyedik szezonban sorozatban rúgott győztes gólt a Vionnak, ami szinte egy nagyon érdekes dolog. És ha azt beszéltük olyan nagy szombat után, hogy a Ramirez két góljával, tehát Ramirez volt a nyerő ember, itt pedig mondhatjuk azt, hogy a Divkovics kiharcolta a 11-es, aztán pedig megrúgta ezt a győztes gólt, tehát itt meg ő volt a győztes ember. Tehát mondhatni azt, hogy amikor szükség van, akkor mindig akad egy játékos vagy kettő, aki el tudja dönteni a meccset. Hát igen, úgy gondolom, hogy az egyik mérkőzésen Erik Ramirezt emeltük ki, a másik mérkőzésen Marko Gyivkovicsot, de úgy gondolom, hogy a szezon egész kezdete óta Balics egy nagyon jó teljesítményt nyújt a középpályán. Ugyanúgy a védelem tengelye összeállt, úgyhogy Müller és Kruzsliak is néha kisebb hibákat elkövetve, de nagyon jó teljesítményt nyújtnak. És pedig akiről talán még ma nem is esett szó, de Jedlička pedig nagyon magabiztos a kapuban, ami nagyon fontos egy csapat játékában, hogy van egy biztos pont a kapuban. És ugye előbb dicsérted a két szélsővédőt, akkor még ugye ott van Kalmár, ott van Schäfer, stb. Tehát tényleg úgy tűnik, hogy nagyon jól összerakta a mester a csapatot. Valószínűleg ezért nem is változtat, amikor nem muszáj. Hát úgy gondolom, hogy egy bevált játékrendszerrel, egy bevált kezdő 11-en, akkor, amikor megy a csapatnak, nincs is oka az edzőnek miért változtatnia. És a középpályán igen, ki lehetne emelni bármelyik játékost, és ugyebár még a kispadon is azért ülnek olyan játékosok, akik bármikor be tudnak lépni a játékba, és hozzá tudnak tenni a csapat teljesítményéhez. Most ezután a Vion elleni győzelem után jött a válogatott szünet, ugye 6 játékosunk kapott behívót, néhányan pedig a Somorjával készültek, úgyhogy eléggé korlátozott létszámba készült a csapat, de most már szerencsére mindenki vissza van egészségesen, úgyhogy készülünk a hétvégi bajnokira. A válogatott szünetben melyik meccseket nézted? Mi az, amit így kiemelnél? Hát a magyar két mérkőzést, mind a két mérkőzést teljes egészében megtekintettem, ugyanúgy a szlovákok a csehek elleni mérkőzését is, és egy hosszabb összefoglalót láttam a horvát-cseh 21-es mérkőzésről, és szintúgy a magyar 21-es csapatnak a szlovénok elleni mérkőzéséről. És ami a Dac játékosait illeti, ugye azon kívül, hogy Schäfer bemutatkozott a válogatottba, Kalmár adott egy gólpaszt, talán Jedličkát lehetne még kiemelni, hogy hát egy fontos szerepe volt. Igen, Jedlička, ahogy a információink akár a horvát oldalról, akár a cseh oldalról nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, hiszen nagyon jó teljesítmény nyújtott a horvátok. Úgy fogalmaztak, hogy kifogta a szemünket a Dac kapusa, úgyhogy ez egy nagyon jó pozitív visszajelzés, úgy gondolom Martinnak a jövővel kapcsolatban is. Igen, hát ilyet mindig jó hallani, amikor a
Dac játékos dicsérik. Na ugye az első hat meccsünket, tét meccsünket a szezonban megnyertük. Ugye jött ez a válogatott szünet. Mennyire lehet ez, mennyire tud egy ilyen szünet, egy kéthetes kihagyás azzal, hogy néhány játékos ugye elmegy a válogatottba, mennyire tudja ez egy kicsit esetleg megbontani ezt a eddig jó menetelést? Hát én úgy gondolom, hogy minden edző, klubedző a válogatott szünet alatt elsősorban nem is a jó teljesítménye, hanem az egészségen aggódik, hogy minden játékos egészségesen kerüljön vissza a csapathoz. Hál' Isten, a mi esetünkben ez nem okozott jelen esetben problémát, úgyhogy mindenki egészséges. Az edzések úgy gondolom, hogy jó, amit én láttam, nagyon jó hangulatba telnek, úgyhogy a csapat szerintem gőzerővel a bizonyítási vágy hajtsa őket, és szeretnének minél jobb teljesítményt nyújtva a Ruzsomberoki mérkőzést már győztesen abszolválni. Uh-huh. Ugye kevés pozitívuma van a Covid-nak, de talán az, hogy a latin-amerikai játékosaink, Davis és Blackman itt maradtak, tehát valójában elmaradt nekik az, ami előző években volt, az a hosszú sok utazás ilyenkor, amikor válogatott szünet volt, tehát remélhetőleg, hogy a formájukra ez nem lesz kihatással ez a szünet. Igen, fontos ez a szemszögökből, hiszen mindkét játékosnak szerintem az edző a mérkőzések többségében 90 percet szán, úgyhogy ez most ez az utazás, hogy kimaradt az ő életükben, plusz az a pár edzés, mérkőzés ott, ez nekik szerintem a jövőben nézve ez pluszot fog hozni. Jó, és akkor tekintsünk most előre. A hétvégén, szombaton este 7 órától itt a MOL Arénában Dac Rózsahegy bajnoki mérkőzés, ugye a 6. fordulóhoz érkezik a Fortuna Liga. Nézzük meg a két csapat egymás elleni mérlegét az első ligában. Ugye eddig 39 meccset játszottunk, és hát bizony nem a mi javunkra billen a mérleg, és amit még talán még inkább kiemelnék, hogy a hazai pályán a 17 meccsből csak 5-öt tudtunk eddig megnyerni. Ugye az 1997-től íródik ez az egymás elleni történelem, amikor a Rózsahegy először feljutott az élvonalba. Tehát ez ilyen utóbbi éveket is tekintve, mintha ilyen kicsit ilyen mumusunk lenne ez a Rózsahegy. Hát úgy gondolom, hogy nem is, hogy mumusunk, de egy olyan játékrendszert és egy olyan futballt képvisel a Ruzsomberok, ami a mi kreatív játékunknak annyira nem fekszik, hiszen egy 3-5-2-es, inkább 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva nagyon magas belső védőkkel, betömörülve a 16-os elé, várják a kontra lehetőségét, és abból próbálnak veszélyeztetni. Plusz még kiemelném, hogy az elmúlt szezonban szerintem nagyon sokat fejlődtek a standard szituációknál, és nagyon sok gólt is szereztek bennük, úgyhogy ezekre a dolgokra kell odafigyelni, de én úgy gondolom, hogy ez a sorozat most meg fog törni, és kiszakad a Ruzsomberok ellen is a gólzsák otthon, úgyhogy én egy nagyobb arányú győzelemre számítok. Hát így legyen, nagyon bizakodunk benne. Viszont ugye, ha nézzük azt a mérleget, még visszatekintünk rá, hogy az elmúlt hazai meccseket, főleg ha veszük, akkor 2,5 éve vertük őket utoljára, igaz, hogy akkor nagyon, 3-0-ra. És még visszatérnék a tavalyihoz, amikor tavaly szeptemberben itt jártak, ugye a 9. forduló volt, és az első 8-ban csak egy meccset nyertek meg, 10. helyen álltak, és azzal jöttek ide Szerdájra, hogy ott volt a levegőben az, hogyha esetleg itt kikapnak, akkor Ján Haszpra edzőt ugye kirúgják. Akkor meghúzta azt a lépést, ami valójában mai napig tipikus a csapatra, tehát ezt a 3-5-2-es rendszert ugye bevezette. Tudtak nyerni 1-0-ra, igaz, hogy egy pontrugásból és egy 90 percen át tartó védekező taktikával, de nyertek itt ugye a vásári meccskor, és megmenekült az edző, és tulajdonképpen kijutottak végül Európába, tehát, és mai napig ugye ezt a rendszert játsszák. Most egy kis ilyen párhuzamot, ha keresünk, akkor szintén 5 meccsen vagyunk túl, most csak 4 pontjuk van, mert 4-szer x-eltek, tehát szintén alul állnak a táblázatot, tehát valahol egy kicsit ilyen, mint a párhuzam lenne a kettő között. Igen, úgy gondolom, hogy ezt a rózsahegyi edző is meg fogja ragadni ezt a lehetőséget, és el fogja mondani ezt az öltözőben a saját játékosainak is, hogy voltunk már egy hasonló helyzetben, és milyen pozitívan jöttünk ki a dunaszerdai mérkőzésből, és úgy gondolom, hogy a Rózsahegy csapatát pedig minden egyes alkalommal, amikor a MOL Arénába lépnek pályára, ösztönözte a nézők adta plusz hangulat, ami ugye bár most egy picit valószínűleg nem lesz annyira hangos, mint a megszokott, de hát én bízom, mondom, a csapatban, és én úgy gondolom, hogy egy gyorsabb, kreatívabb játékkal meg fogjuk tudni őket lepni, és már első fél időben magunk javára fogjuk tudni fordítani az eredményt. Hát úgy, ahogy Kalmár Zsolt mondta, sikerül feltörni a védelmet, és akkor...
Hát igen, én jól gondolom, hogy egy gyors labdajáratással is, és egy akár átlövésekkel, vagy a széleken, ha meg tudjuk őket bontani. Láttuk, hogy az izlandi gól is egy hasonló típusú csapat ellen hogyan született az első, szóval ott tudunk lenni ketten-hárman mindig a 16-oson belül, akkor biztos, hogy eredményesek leszünk. Hát és bízunk abban, hogy ugye az utolsó itteni meccsükön, a kupa meccsen, amikor ugye Sefer Andrus rúgta azt a gólt, amit előbb láttunk, és kihattunk egy csomó helyzetet, aztán elvitték ugye a döntetlent, és a visszavágón pedig kiharcolták a továbbítást a döntőbe. Tehát reméljük, hogy akkor ezt a pech, összes pechünket akkor kiszedtük ellenük, és hogy most sikerül akkor. Hát igen, az a tavalyi szezonban a legrosszabbkor jött, hogy annyi helyzetből csak azt a gólt tudtuk szerezni, mert hogyha több gólt szerzünk, akkor én úgy gondolom, hogy a visszavágó már egy kicsit másabb taktikai játékkal simán tudtunk volna jutni a döntőbe, és ugye nagyon, nagyon várták a szurkolók ezt már évek óta, de úgy gondolom, hogy bizakodóak lehetnek, mert ez az év jól fog sikerülni. És a szombati meccs után 5 nappal, tehát csütörtökön következik a Dac Jablonec, Európa Liga selejtező mérkőzés, vagy második selejtezőkörnek a mérkőzése, a cseh élvonal tavalyi negyedik helyezettje ellen. Ugye ez csütörtökön 20 óra 45 perckor lesz ez a mérkőzés, sajnos teljes zárt kapu mögött, tehát nulla szurkolóval. Sajnos ez van, ez az UEFA előírása, viszont ugye úgy, mint említettük már, hogy ugye egy meccsre játsszák, tehát valahol az UEFA próbálja kompenzálni ezt a hazai pálya előnyét. Mit lehet várni ettől a meccstől? Hát ugyebár a Jablonec a cseh bajnokságban szerepel, ami egy magasabban jegyzett bajnokság, mint a szlovák. Úgy gondolom, hogy a játékos keret minősége viszont nem sokkal jobb, úgymond papíron sem, mint a miénk. És én úgy gondolom, hogy egy mérkőzésen egy jól felkészített csapat eredményes lehet akár a cseh bajnokság első 5 helyezettje között végzett csapat ellen is. Ugye náluk is volt most a válogatott szünetben 2 válogatott játékosuk a felnőtteknél, egyik ugye a szlovák válogatottban, másik pedig abban a specifikus cseh úgy nevezték, hogy C válogatottban, ugye ilyen ligás játékosok, vagy liga válogatottnak inkább nevezhető válogatottban. Hát igen, úgy gondolom, hogy az egyik oldalon a cseh játékosok, akik bekerültek ebbe az új keretbe, azok egy olyan lehetőséghez jutottak, amihez úgy gondolom, hogy normális körülmények között nem biztos, hogy hozzájutottak volna. Viszont a másik oldal meg az, ugye, hogy szomorú, hogy ilyen dolognak kell megtörténnie, hogy egy egész keretet ki kell cserélni egy válogatottnak. De hát megoldották a csehek, és úgy gondolom, nem vallottak szégyent azon a skótok elleni mérkőzésen sem. És ugyebár a Jablonec csapatából is egy játékos ebbe a úgynevezett C-válogatottba meghívót kapott, játszott is a mérkőzésen, úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség. Ez ugye Jaroszláv Zelený volt, aki a prágai Slavia játékos, egyébként onnan van kölcsönben, és a Transfermarkt szerint ő a legértékesebb kerettag 800 000 euróval. Egyébként, ha összevetjük a két csapatnak a Transfermarkt értékét, a Jablonec 11 millió körül van, a Dac pedig 8,5, tehát nincs az a nagy különbség, mint volt a Hafnar Fjordur, aki 2-2,5 millió körül mozgott, és a Dac között. Viszont láttuk ezt ugye múlt héten a szlovák-cseh válogatott meccsen láttuk azt a hatalmas különbséget a fizikális és a gyorsasági felkészítésben. Mennyire lehet ez tipikus egy ilyen Jablonecnek? Hát én úgy gondolom, hogy azért ez a cseh válogatott, amelyik Pozsonyba lépett pályára, egy nagyon-nagyon magas játékszínvonalat képviselt, hiszen a cseh bajnokságból, a Szláviából és a Spartából voltak ott játékosok, és a többi játékos pedig külföldön úgymond komoly bajnokságokban szerepel, és azért más mérkőzések vannak a lábukban, mint a úgymond a Jablonec és a Dac játékosainak, és azért ez a különbség ki is jött, hiszen a szlovák válogatott se a legerősebb összeállításában tudott pályára lépni, de úgy gondolom, hogy ezen a kupamérkőzésen azért nem fog ez a óriási különbség úgymond mutatkozni, sőt, én úgy gondolom, hogy egy nagyon is kiegyenlített mérkőzés lesz, ahol úgymond 50-50%-kal mind a két csapatnak a továbbjutásra. Jó, tehát ha azt kérdezem, hogy milyen eredményt, végeredményt tippelsz, akkor mit mondanál? Hát én úgy gondolom, hogy a kupamérkőzés nagyon szoros lesz, de én egy 2-1-es az győzelmet tippelek.
Jó, hát reméljük, hogy így lesz. Azt ugye már most tudjuk, hogy a továbbjutó, tehát a két csapat közül, aki a harmadik selejtezőkörbe továbbjut, az a Las Klinc ellen fog játszani idegenben, ugye ők most utolsó, és hát az előző szezonban egész a nyolcad döntőig meneteltek, tehát biztos nem lesz egy könnyű ellenfél, de hát ugye ebben a fázisban már nincsenek könnyű ellenfelek. Hát így van. Szerintem mindenki nagyon örülne, hogyha ezt a második kört sikeresen tudnánk abszolválni, és ugye fel tudnánk készülni a harmadik körre. Ugye már nem lesz ismeretlen annyira az ellenfél, hiszen a sorsolást már korábban megtartották, ezért úgy gondolom, hogy azért a szakmai stáb vagy picit készült azért már arra a mérkőzésre is, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeresen tudjuk venni ezt a szombati, és utána a csütörtöki mérkőzést, és utána lehet úgy gondolom, hogy tovább készülni a további nehéz mérkőzésekre. Jó, hát Tibor, köszönjük szépen ezt a sok pozitív és optimista kijelentést, és nagyon bízunk benne, hogy hát legalább ugye 100-200%-a teljesül. Bízom benne, én bízom a csapatban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg minden datszurkoló pozitívan és úgymond reményteljesen válhassa ezeket a mérkőzéseket, mert szerintem jelenleg olyan csapatunk van, aki ezek ellen a csapatok ellen tényleg képes arra, hogy sikeres legyen. Jó, hát így legyen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen nektek is a figyelmet. A DAC szombaton, tehát 7 órától a Rózsahegyet fogadja. Ugye holnap sorsoljuk ki azokat a nem VIP bérleti szurkolókat, akik a mérkőzésre jöhetnek. 350 szurkoló jöhet így be. Sajnos ugye 1000 fő a felső határ, és ugye ebben benne vannak ugye a játékosok is, és a komplett szervezői brigád. Aki pedig nem tud bejutni, az Orange Sport adón nézheti élőben a mérkőzést, illetve a Houston, és aztán csütörtökön pedig a Jablonec elleni mérkőzés, ott teljesen nullás a nézőszám, sajnos ez az UEFA döntése, azt a mérkőzést pedig az RTVS közvetíti majd. Még előtte pedig holnap éjfélig szavazzatok Erik Ramirezre a hónap gólja szavazáson. Köszönöm szépen, sziasztok, hajrá, Dac!